Srácok, a mai videóban hackerek leszünk, és meghekkeljük barátainkat. Képzeljétek el, meghekkeljük a telefonjukat, leszedjük az adataikat, és eladjuk az adataikat, és egyre többet hackerünk, és mi leszünk a legnagyobb hackmesterek a világon! Igen, annyi, hogy ez egy Roblox játék. Hogyha kíváncsi vagy, hogy mit tudtunk összehackergedni ebben a Roblox játékban, akkor maradj velem ebben a mai videóban, nagyon izgalmas lesz. Let's go! Hű, ez valami epic játék lesz. Na itt is vagyunk, most noob hacker vagyok, és mindenki a telefonját nyomkodja. De mielőtt belevágunk a videóba, hagyd mondjam el nektek, hogy még van időtök, hogy tutti legyen a Halloweenotok. A tuttishop.hu a saját webshopunkon most elérhető a limitált mintás tutti 2024-es Halloweeni pohár egy szuper Halloweeni csomag akcióban. Ne felejtjétek el, hogy csak a készleteleig elérhetőek ezek a poharak, annyira limitált, hogy még nekem se jött meg, gyártás alatt vannak. Ha te szeretnéd beszerezni még Halloween előtt ezt a szuper akciós csomagot a limitált poharakkal, amit csak így kaphatok, hogy csekkod le a Tutti Shopot, még egyszer 2024-es Halloweeni Tutti csomag, most csak 9999 forintért, két karton Tutti Juice Kiwi, két ajándék pohár, percincsetek rá ti is, egészségetekre. Majd jövök a pohárról, hogy élőbe így hogy néz ki, de fantasztis. Na de akkor nézzük csak ezt a hackkelés, szóval nemtek oda kell menni emberekhez, és meg kell őket hackkelni. És ezzel tudunk... Mi ez a kérdője? És ezzel tudunk megabájtokat gyűjteni. Oké, okay, plusz 5 megabájtom van. Ajaj, good work. Most jöjjek ide, vissza a bázisra, azt az eget, és adjam el. Oké. Okay. Sell data. Gondolom. És most eladjuk ezeket az adatokat, amiket összehackeltünk másokról. Ez jól meg van csinálva. Ez nem az a tipikus kis szimulátor játék. Match code. What? 0, 0, 0, 1, 0. Oké, okay, átütöttük a firewallt. Hopp, majdnem sikerült. 50% error. Oké, okay, dekriptálva. Oké, okay, keresek egy eladót. Keresek, megvan. Plusz 50 cash. Hú, itt nehéz eladni a cuccokat. Azt az eget. Hű, ez azért ez kemény volt. És most megint hackkelünk. Azt mondja, hogy... És itt most mit vegyek? Bronz? Egyszeres? Mit csinálok? Ó, vettem magamnak egy hackert! Ő fog nekem segíteni a hackkelésben. Mi ez? Travis Scott? Nem úgy néz ki? Oké. Okay. Hmm. Travis Scott a... izé, epic hacker? Level 3-at kell elérnem. Jó. Fogalmam sincs. Oké, okay, van egy hackerem. Itt van mögöttem ez a hacker. Na most akkor ide kell jönnöm, és akkor hackkelnem kell, igaz? Például őt. Ne menj már ennyire messze el. Jó. Na, mondom hack. Oké. Okay. Ez Ajda vagyok? Ó, oh, meghackeltem Ajda vagyokot. Oké, okay. Bináris energiát fogok tudni manipulálni. Hacker force. Bluetooth. Ó, oh, upgrade-elem. Click to an NPC. Jó. Rákattintunk. Jesus Christ. Storage full. Adjuk el a datát. Hű, hát de ez nagyon sok idő ezt eladni. Úristen, ez komolyan meg van csinálva ez a játék. Kicsit OP, mire eladod ezeket a cuccokat. Nem is hackert kéne venni, hanem storage-ot, hogy ne kelljen ennyire gyakran, mert most igazából alig tudunk eladni mi az adatokat. Nézzek már rögtön meg is van a dekriptálás. Vásárló elküldi neki a pekiteket, és 50 cash, köszönjük szépen. Na, hogy tudunk venni... Nem, hagyja már. Hogy tudunk upgrades, gondolom. Upload speed, data... Nem. Nekem ilyen kell. Nem Robux érte. Nem is Game Pass. Melyikkel tudunk, hogy több data? Storage. Oké. Okay. Azt mondja, hogy 50 dollár, mennyi pénzünk van? 75 dollár. Ó, oh, hát akkor ez lesz a miénk. 25 megabajtot vettünk pluszba. Na menjünk csak ki, próbáljuk meg a Hacker Force-t. És gyere te! Hackkelés! Azt az eget. Most 0/25. Akkor kihackelem a telefonjából 6 megát. Ez meg Levi. Skeleton Hun. Meghackeltük 6 mega. Értem, akkor most már nem kell majd mindenkihez oda menni, hanem meg tudjuk anélkül is hackkelni. Kettőt is tudunk hackkelni? Amúgy ez a kis hackkel pajtás itt mit csinál nekünk? Ugye tele is leszünk, ahogy nézem. Meghackkelünk még egy... Na! Hackkelést ide! Oké. Okay. Még egy van.
Őt nem lehet. Őt. Meghackeljük. És akkor már csak plusz egy, meg át be tudunk ide hackelni? Oké, megvan a 25, és most megint megyünk eladni. De vannak kódok ebbe a játékba. Beszélek is a kóddilleremmel, hogy hozzak nektek a legújabb kódokat. Srácok, nincsenek. Nem találtunk kódokat. Ó, ha belépek a grupjukba, akkor kapok cuccot? Mert akkor lépjünk be a grupba. Ó, nézzétek, mégis csináltam egy kódot. Malware. Oké, kaptunk is, 275-ünk van most már. Nagyon jó, akkor tudunk venni storage-ot, mert storage-ot kell venni, de nagyon. 400-ba kerül a következő. Oh yeah, hát akkor az még nagyon nem. Azt mondja, upload speed-et tudunk. Szerintem akkor upgrade-eljük azt. Data swipe-ot, ezek amiket tudunk. Adjuk el azt a 25-öt, amit tudunk gyorsba. Tök jó, illik is a kivis tuti ez a játékhoz, a zöld kinézetével. Mi az, hogy a 0, 1, 1, 0, 0, jó, és fél elsőre. Bam! Bam! Na, ezt elfogadta, amúgy pont a vonalom volt. És azért most mennyit kapunk, ez már több adat. 125. Nem is annyira vészes. Nézzük csak, mennyiért tudunk hackereket. Silver mennyibe kerül? 500. Menjünk vissza, akkor egy bronze hacker. Egyet kérünk, mínusz 25 dollárért. Na nézzük, ki lesz a mi új hackerünk. Gary! Egy common. Akkor itt nem tojásnyitás van, itt hackernyitás. Köszönjük szépen. Már van velünk egy Gary is. És ők a petjeim! Imádom, imádom. Miket tudnak ők? Egy 1,05-szörös multiplier. Hűha. Nem a legnagyobb multiplier is. Mennyibe kerül a Word 2? Értem, nem is tudjuk megnézni. De ne menj már el. Jó, ezt meghackeltük. Téged is meghackelünk. És már tele is vagyunk. Hú, nagyon kell az az 500-as. Az az 500 dollár. Mert ez borzalmas. Mik ezek? Ez disabled. Akkor ezt kérjük. Na, gyerünk, mutasd azt a firewallt. A kód nem más, mint... Egy. Nem látom. Egy. Hol a... Na végre. Egy. Nulla. Egy. Egy. Édni. És bum! Bele a közepibe. Megvan. Ez megint csak 125 dollár lesz. Így, akkor kell még egy, mert így 450 van. Akkor egy hack. Még egy hack. Mondom hack. Ez de rossz, hogyha átnéz a másikra, akkor vége. Még egy hack. Téged is akkor is meghackellek, hiába mész el, és már is megint tele vagyunk. Úgy rohanunk be. Na, ennyire elfoglalt ez a számító? Alig férünk oda a számítóhoz. Azt mondja, hogy 1, 0, 0, 1, 1, 1. Kicsit kevesebb, 1-es. És bele a közepébe rögtön! Meg is van. El is küldi 125, és végre tudjuk venni 500-ért az új storage. Nagyon akad. Ja, 400-ba került. Még itt végig 500-ra edzett. Nem baj, így legalább még maradt pénz is. Itt legalább még maradt 175, amiből tudunk venni még mindig csak egy silvert, nem tudunk venni az 500. Egy bronzot, léci, 75-ért tudunk 3-at nyitni. Akkor egy 3-szoros nyitást kérek. A hackjál ide nekünk valami jót, és nézd meg, egy uncommon, van egy Jerry-nk. Köszönjük szépen, van még 75-ünk? Van hát! Na gyerünk, még ide kérek! Megint egy uncommon, irányt csak common és egy uncommon-ünk van. Köszönjük szépen, 25 dollárunk maradt, de vannak petjeink. Kettőt tudunk csak felvenni? Kettő petet? Oh, én azt hittem, hogy többet. Várjátok, tudjuk őket kombinálni. Combine. Gary. Combine. Oké, Gary plusz. Őket is tudjuk kombinálni? Combine. Nem, őt nem tudjuk. Akkor... Most bebugolt. És most egy pet sincsen rajtam? Úgy nagyon weird, hogy petnek hívjuk ezt. 1,5-szörös... De a Jerry-ke... Bebugolt. Ezt nem hiszem el. És mit csináljak? Jó, reszetelem a karakteremet. Nem lehet. Akkor kilépek, he. Velem nem fogsz kicseszni. Indítom újra. Epic ez a töltés, de hogy a zenét nem lehet lekapcsolni, ez olyan borzalmas. Na, petek. Szóval ő 1,5, ez 1,3. Akkor őt levesszük. Már ők mennyi? 1,1. Akkor mindenféleképpen kell egy 1,1, meg egy 1,3. És akkor őket tudjuk, harmadikat már nem tudunk. Így van. Na, akkor legalább ez megvan, és várjál. Ez más világ.
Ó, tovább jutottunk akkor a második világra? Ezt nem is tudtam. Igazából, ó, ez plusz 25-öt adott. Nem mozogjatok el. Jó, ezzel egyik karakterünk az itt már valami izé, piros aurája van. Gondolom azért, mert kombinált karakter. Ó, ez meg is van, és akkor vissza tudunk teleportálni a bázisra? Figyelj vissza, csak nagyon lassú az animáció miatt, de attól még menő, hogy legalább van animation. Na és akkor mit kapunk érte? Nem tudjuk, ezt 500-ért fogjuk eladni. Nem is rossz, nem is rossz deal. És akkor már upgrade-elni kellene a dolgokat, de még mindig a storage az, amiből nagyon kell. 1-1-0-0-1-1-1-0-0-1. Így van, és bele a közepibe. Trafálás, írni elsőre, ez is megvan. Keressük az eladót, megvan, success, 500 cash, nézd meg, rögtön itt van. Na azt mondja, itt upload speed, data swipe, azt gondolom gyorsabban leszedi, hát akkor én inkább azt mondom, hogy nyitunk egy petet. Egy hacker petet, mert most már tudunk silver petet nyitni. Egy egyszeres, na, ez a silver legyen valami jó, hogy a mark get set. Rare, az ritka. És így van a hoga. Úgyhogy ez biztos nagyon jót jelent. Ne kérdezzétek. Na, engedj ki. Nézzük a petünket, aki egy ember. 1,2. 1,2 meg 1,3 szorosan. Nye. Valamit még upgrade-eljünk. A swipe speed-et. Gondolom, akkor gyorsabban szedjük le az emberekről a hackkelni valót. Vissza tudunk így teleportálni. Nagyon jók ezek az animációk a játékban, csak extrémen lelassítják. Olyan játékot, amit össze-vissza kell teleportálgatni, mert ugye nagyon hamar betellik a storage-unk. Mi 3 ember? Vagy 4? 4 igazából is, már telik is be a storage. Sérted, már mehetek is vissza. Mehetek is vissza, Word 3, az ki tudja mikor nyílik itt. Van egy felkeltőjeles a shopba. Ez azért felkeltőjeles, mert valami csoda akció, vagy valamit ingyen van. Best value, le van akciózva, ja az aura, hát az nekem nagyon fontos, igen. Kifejezetten fontos. Látod, és akkor megint mehetek vissza a hackerbázisra, megint adhatom el a cuccot. És itt mi van hátul? Ó, itt ilyen missziók vannak. Milyen missionök ezek? Ó, jó, kijelöltük az összes missiont. Ha tudnánk, hogy mik ezek a missziók. Ó, a tudás. Ó, be tudunk ide jönni? Azt az eget, shoposhoz. Adjuk el a cuccainkat. 500-é! És most újra a storage-ra gyűjtünk. 0! 1, 1, 1... Mondom, 1-0-1. Így ez nem jött össze. És ez összejött. Másodszorra, vagy elsőre, vagy másodszorra mindig összejön. Küldjük a packiteket. És 500 cash. Azt nézzük meg, hogy a kövi storage az mennyibe kerül. 4000? Ej. Na jó van, srácok, hogy szeretnétek még hacker szimulátort, akkor ezt egy like-kal tudjátok jelezni, továbbá, ha van bármi tip, trükk, amit szeretnétek nekem mondani, a komment szekcióba írjátok le. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, remélem jól éreztétek magatokat. Hogyha igen, akkor veresetek egy like-ot, és nem felejtjétek az isteni tutti frutti ízű üdítőitalok, a tutti juice-ok legyenek veletek minden egyes nap, keressétek országszerte a kisboltokba, nagyboltokba, online. Szevasztok!